A tervek szerint megmarad a korábbi gyakorlat, miszerint Kecskeméten helyi jeggyel vagy bérlettel helyközi járatokon is utazhatunk a város területén belül. A volán és a korábbi DAK leváltásával úgy tűnhetett, hogy ez megváltozik. Ez főleg a szatellit településeken élőket érintette volna. Sokan meg is ijedtek, hogy ezentúl két bérletet kell vegyenek, egyet a helyi és egyet a helyközi járatokra. Dr. Homoki Tamás alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, nagyon szerencsétlen megfogalmazással adta ki közleményét a témában a volán. Ez alapján úgy tűnhetett, mintha ez lenne a köszönet azért, hogy Kecskemét megválik a szolgáltatótól, pedig nem erről van szó. December 31-én országosan lejár a mandátuma a volánbusznak, ezért 2020. januárjától a szolgáltatás megrendelőjeként eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeléssel fogja ezt a szolgáltatást megoldani országos szinten. Kecskeméten azonban más szolgáltató végzi januártól a helyi személyszállítást, a helyköziben pedig számítanak a hármas megállapodás betartására. Homoki Tamás alpolgármester elmondta, kérték, hogy a minisztérium határozza meg az elszámolási metodikáját annak, hogy helyi bérlettel, jeggyel is igénybe lehessen venni a helyközi buszt Kecskemét területén belül. A miniszter úrtól azt az ígéretet kaptuk, hogy ez meg fog történni, mondta el az alpolgármester. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester hozzátette, ha véletlenül nem így lesz, a városnak kell megtalálni rá a megoldást.